Szép jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Spektrum Életmód magazinunkat látják. A mai rohanó, stresszes életmód sokakat késztet arra, hogy egy picit befelé forduljon, egy picit olyan lazító módszereket keresen, amivel ezt a stresszt oldani tudják. Sokan kacsingatnak, vagy legalábbis egyre többen a jóga felé, de hogy egészen pontosan mi is az a jóga, egy lazító gyakorlat, egy légző gyakorlat, egy filozófia, vagy esetleg ezeknek az összessége, ehhez hívtam segítségül Lenkefi Mónika jógaoktatót. Jó estét, üdvözöllek itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Hogy tisztázzuk is, hogy mi ez a jóga egészen pontosan, mert lehet, hogy nagyon sok mindenkinek az van meg, hogy egy matracon gyakorlatokat végzünk, de hogy azért ez azért jóval komplexebb, hogyha jól tudom. Mi is egészen pontosan, hogyha neked kellene definiálni a jógát, akkor te hogyan írnád körül? Igen, hát elsoroltál egy pár dolgot, hogy légzés, mozgás, életvitel, filozófia, mindezek együttese a jóga. A mai modern jóga alapja gyakorlatilag Patanjali jóga szutráinak az astanga jóga alapjait, Patanjali jóga szutrái tették le, ha úgy tetszik, a 8 ösvényes jóga. És a 8 ösvénynek az első két legfontosabb kritériuma a jámák és a niyámák, azok az erkölcsi ajánlások és megszorítások, ha úgy tetszik. Ez olyan, mint a bibliai 10 parancsolat. Azt szoktuk mondani, hogy a jóga a sarva bhauma, tehát egyetemes tudomány, mind univerzális, mindenkire egyöntetően érvényes, mert ez a tíz erkölcsi alaptétel, ami a Bibliában is, és a legtöbb vallásban, filozófiában megfogalmazódik, ugyanígy a jógában is. Tehát egy jó érzésű ember általában ezek szerint, az elvek szerint él. Egyet-kettőt mondanál azért? Igen. Ahimsa az első, a nem ártás elve, és nyilván ez nem csak a fizikális, tetleges nem ártásra vonatkozik, hanem a gondolatokra, a cselekedeteinkre, ami nem csak mások ellen irányul, hanem magunk ellen is, de természetesen a környezetünk természet, a természet ellen is, ezért választja nagyon sok jógi a vegetáriánus életmódot. Aztán ott van a szatya, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy igazsághoz való hűség, az igazsághoz való ragaszkodás, az igazság keresése. Aztán ott van a tapasz, ami az a gyakorlatilag a tapasz egyfajta, nagyon sokszor aszkézisnek fordítják. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta belső tűz, motiváció, ami önmagunk és a körülöttünk lévő világ megismerésére, de főleg önmagunk megismerésére vonatkozik. Te, amikor először találkoztál a jógával, vagy szembesültél, vagy beköszönt az életedbe, te magad is magával a fizikális részével kezdted, vagy már voltak ez irányú tudásaid, vagy tapasztalataid, mint amit az imént felsoroltál? Én is a fizikális részével kezdtem, de voltak tapasztalataim korábbról, élményeim, könyvek kerültek a kezembe, és amikor intenzíven elkezdtem gyakorolni, előtte én már jóval korábban, fiatalabb koromban, könyv formájában, egy-egy tanfolyam formájában ismerkedtem egy kicsit a filozófiával is, de én is a fizikális részével kezdtem, és ez ragadott meg benne elsősorban. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember a mai világban a fizikális testével azonosul, ezt hívjuk a külső guruknak, és éppen ezért a fizikális testen keresztül kezdi el megismerni önmagát, illetve nagyon sok embernél azért kezdjük a fizikálissal, mert a hatha jóga, a fizikális gyakorlás, az ászanák gyakorlása, az azt a célt szolgálja, hogy a testünk erős legyen, egészséges legyen, ne legyenek problémáink. Hivatalosan az ászanák megerősítik a gerincet, tehát a gerincet és a csípőt, a testet készítik elő az ülésre, a meditációra.
Nagyon sok ember nem képes a földön ülni, az igazi meditáció az anyafölddel kapcsolódva a földön ülésben történik. És ezek a jóga gyakorlatok megtanítanak és engem? Ezek a jóga gyakorlatok... Nekem is nehezemre esik, mondjuk, hogy leülök csak úgy tényleg a földre, és nem esik jó, nem érzem jól abban a tartásban. Nehéz magam. Egyrészt, mert kötött a csípő, hiszen a nyugati életmódban ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy kanapén ülünk, autóban ülünk, számítógép előtt ülünk, asztalnál ülünk, tehát mindent megemelve, a fenekünket megemelve végzünk, ami üléshez vonatkozó tevékenység. Ez azt jelenti, hogy állandó rövidülésben van a combele és a horpaszizom. Ezáltal eléggé kötöttek ezek az izmok, berövidülnek, a comb hátulja is berövidül, nagyon kötött a csípő, és nagyon kevés olyan gyakorlatot végzünk, ami a gerinc izmainkat, a tartóizmokat erősíteni. Éppen ezekből kifolyólag átlagember számára a földön ülni szinte lehetetlen huzamosabb időn keresztül, mert nem képes a gerincét egyenesen tartani, mert valami előbb-utóbb vagy begörcsöl, megfájdul, elfárad. Tehát gyakorlatilag az ászanák rugalmassá, erőssé, hajlékonyjá teszik a testet fizikális szinten azért, hogy előkészítsék azt az ülésre, a meditációra. Amíg valakinek valamilyen fáj, valami kényelmetlensége van a fizikális testben, vajmi kevéssé tud meditációra és spirituális felemelkedésre gondolni. Tehát az elsődleges cél az az, hogy a fizikális testet tegyük rendbe. Azt mondjuk a test, a fizikális test, Iyengart idézem, a testünk a lelkünk temploma. Tehát olyan állapotba kell tartani a testünket hosszú időn keresztül, hogy a lelkünk felemelkedhessen és megtapasztalja a szamádit. A szamádi az az üdvösség, a végtelen boldogság, az egyesülés az univerzum forrás energiájával, ha úgy tetszik. De amíg fizikálisan nem vagyunk jól, eszünkbe sem jutnak ilyen dolgok, hiszen annyira leköti a fizikális test érzet a legtöbb embert, illetve a mindennapi problémák, hogy nem fog tudni ezen gondolkozni. Neked mennyi időbe telt az, amíg úgymond a te tested felkészült arra, hogy a szellemi síkon is, hogy mondjam, tudjál lazulni, vagy... Ezt nem tudom, nem tudnám így időben meghatározni, hogy ez mennyi időbe telt, de vagy mennyi idő. Ez az igen, út úgy volt. Általánosságban mondom inkább azt, hogy a tendencia az szokott lenni, hogy az emberek nagy része, ha egy éven keresztül rendszeresen gyakorol. Ez rendszeresen heti alkalommal, vagy napi szinten? Hát akár napi szinten, de legalább 3-4 alkalommal egy héten. Tehát ha túléli azt az első egy évet, és már effektíve elkezdi élvezni a gyakorlást, és a második évhez is eljut, és a harmadik évhez is, ott már nem a fizikalitása fogja a jóga mellett kitartani, hanem ott már inkább a filozófia, a spiritualitás, az életszemlélet, az életmód. Nem lehet elválasztani a fizikális testünket a lelkünktől, az érzelmeinktől. Olyan szoros kölcsönhatásban van egymással, úgy mondjuk a jogában olyanok, hogy mint egy hagyma. Van a külső burok, a fizikális test, és vannak a kósák, a belső rétegeink, amiket így hámozunk és haladunk befelé. Tehát amikor elkezd az ember a fizikális testével dolgozni, akkor óhatatlan, hogy hasson a lelkire, a mentálisra, az érzelmire is. És teszi ezt a légzésen keresztül. Pont erre akartam rákérdezni, hogy a légzésnek mondjuk az én testemben milyen szerepe van. Tehát az hogyan tud egy helyes légzés segíteni, mondjuk, és lehet, hogy nagyon közvetlen példát mondjuk a testtartásomon. Rengeteget a légzésünk, a kapocs, a testünk, a fizikális testünk és az elménk között. Azt szoktuk mondani, hogy légzés nélkül ez a kapcsolódás megszűnik. És a legnagyobb probléma az, hogy a légzésünk, mivel vegetatív rendszer által irányított, és a legtöbb ember számára alapértelmezett, tehát természetesnek vesszük, hogy van, ugye nem kell rajta gondolkozni, akkor is veszünk levegőt, hiszen ösztönösen életben akarjuk tartani a testet. Csak akkor, amikor elkezdjük irányítani a légzést és figyelni, akkor
ébredünk rá legtöbben, hogy valójában mennyire nehéz lélegezni, és mennyire nehéz jól lélegezni, és mennyire komolyan ellenáll az elme és a test is, amikor a légzésünket úgy mondjuk igába akarjuk hajtani. Tehát ellenőrzés akarja, ezt alá akarjuk vonni. Hol veszti el az ember az élete során azt, hogy hogyan kell helyesen lélegezni? Mert gondolom, amikor még, nem tudom, csecsemő, akkor még ez automatikusan. Igen, tehát mindannyiunknak van egy velünk született természetes légzése, ami egy rekeszizom vezérelt légzés. Amikor az embert különböző stressz helyzetek, traumák élik, akkor eleinte ezekben a helyzetekben, mondjuk koraiskolai időszakról beszélek, vagy akár ki óvoda, tehát amikor a kisgyermek már kezd egy picit tudatosabb lenni, öntudatos lenni, és felismerni a stressz helyzeteket, akár iskolában, akár az óvodás évek alatt, akkor a légzés automatikusan megváltozik. De amikor lenyugszunk, akkor ez a légzés vissza tud térni a normális nyugalmi rekeszizom légzésbe. A baj csak akkor van, amikor az embert egyre több stressz helyzet éri, és ez idősebb korban, ez ugye fokozottabb szokott lenni, és innentől kezdve már nem biztos, hogy tudatosul, hogy a légzés megváltozik. Most éppen képeket látunk a joga stúdióból. Hozzád kik általában milyen célközönség jár, miért keresnek fel, hogy ők szeretnének jogát tanulni, vagy szeretnének jogázni? Mi az elsődleges szempont, és aztán hová lyukadtok ki? Hát a legtöbben, és ez a nagyobb arány, és nem olyan vidáman mondom, a legtöbben akkor keresnek meg, amikor már valami baj van. Tehát nem prevenciónak használják a jogát, hanem betegség gyógyítására, amire egyébként működik. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez így hatásos igen, lehet már? Igen, nagyon sokat tud segíteni, nagyon sokféle betegség gyógyításában, kezdve izületi, mozgásszervi problémáktól, magas vérnyomáson keresztül, hormonális, mirigy, belső elválasztású, stresszbetegségeken, tipikus stresszbetegségek, pánikbetegségek, egy csomó emésztőrendszeri betegség, például a Crohn, az stressz alapú. Tehát nagyon sok betegségünk pszichoszomatikus alapú. Mire egy betegség tünet jelentkezik, elképzelhető, hogy a stressztől számítva eltelt több év, akár 4-5 év is, vagy még több. Tehát nem mindig azonnal jelentkezik a betegség tünet. Van, amikor évekkel később, van, amikor azonnali, de van, amikor sokkal később. De amint az ember elkezd újra kapcsolódni a testéhez, a mozgáson és a légzésen keresztül, onnantól és a mozgatás nagyon fontos része ennek. Tehát amikor elkezdjük a testünket mozgatni, és visszahozzuk az áramlást, a keringést a különböző testrészekbe, szervekbe, mert ugye a stressz hatására mi történik? Megfeszülünk. A testünkben minden csövekben fut. És a stressz hatására az összes cső, összes izom megfeszül. És a stressz ugyan elmúlik egy idő után, de ezek a feszültségek nem oldódnak ki teljesen. Ezt hívjuk blokkoknak. És amikor az ember nem jár rendszeresen masszázsra, vagy ülőmunkát végez, vagy hosszú időket tölt egy bizonyos testhelyzetben, ez az áramlás ott a megfeszült blokkos részeknél nem tud megfelelően működni. Tehát ott nem megy át megfelelően a keringés, sem a hormonok, sem a limfatikus rendszernek a váladékai, sem az információ. Illetve a légzés az ebben tud segíteni, hogy ezeket a... A jóga gyakorlás, ez gyakorlatilag, ha az ember jól végzi, akkor olyan, mint egy önmasszázs. Mint az ember megmasszírozná magát. Az mit jelent, hogyha jól végzi? Mi kell ahhoz, hogy jól végezze? Tehát mondjuk én otthon akár veszek egy DVD-t, látom a polcon jóga kezdőknek, berakom, és akkor én azt otthon csinálgatom. Ezzel tudok-e eredményt elérni? Sokan próbálkoznak, igen, de minden DVD-nek az elején szinte, és minden könyvnek az elején ott van egy ilyen nyilatkozat, hogy bár sok hasznos információ van, azért mégis a fejlődés akkor a leggyorsabb, hogyha, és javasoljuk, hogy keresse fel személyesen is egy szakembert, hogy a segítségét kérje. Iyengar ezt a könyvében úgy írja, hogy lehet fejlődni egy oktató segítsége nélkül is, de az érintéssel,
a fejlődés sokkal gyorsabb. Nyilván kell egy visszajelzés ahhoz, amit, mert egy valaki elkezd otthon gyakorolni, nem biztos, hogy van olyan testtudata és testérzete, hogy pontosan azt csinálja, amit lát a DVD-n. Illetve egy DVD-nek, könyvnek nagyon limitáltak az eszközei. Hogy egészen biztosan nincsen, mert hogy akárhányszor én csináltam, akkor én éreztem, hogy ez biztos, hogy nem úgy néz ki, mint a filmen szereplő. Ez nem is feltétlenül arról van, szóval mindenkinek más a teste, más az alkata, minden egyes póz más-más embernél másképp fog kinézni valamilyen szinten, hiszen módosítani kell mindenki alkatának egészségi, fizikális jónlétéhez, vagy egészségügyi problémához megfelelően alakítani kell az ászanákat. De sokkal inkább van egy olyan belső munka ebben a dologban, ami kívülről nem látszik. És a könyvek, DVD-k nem adnak, nincs rá lehetőségük, hogy annyi instrukciót adjanak, hogy ez mind elvégezhető legyen. Hogy egy izom hol feszít, hol lazít, merre irányítasz, hogy a légzéssel mi történik. Ez legtöbbször egy oktató tudja megadni azt a visszajelzést, hogy itt egy kicsit így, itt egy kicsit úgy. Így is kell képzelnünk egy órát? Ez most amit most látunk, ez egy kezdő óra, vagy ez már egy haladó? Hát ez egy ilyen vegyes igazság csoport. Szerint nálam nagyon működik az a rendszer, hogy úgynevezett nyitott gyakorló órákat tartunk, amiben eléggé vegyes a társaság. És mindig jönnek hozzám kezdők, hogy én teljesen kezdő vagyok, és semmit nem tudok a jógáról, és aztán összön egy kezdő csoport, és kiderül, hogy ez a kezdő nem ugyanolyan kezdő, mint a másik. Még akkor is, ha nem tud semmit, hiszen más az életkora, más a genetikája, más az előélete egészségi ügyi szempontból, mindenki más csomagot hoz magával, tehát kezdő és kezdő között is nagyon nagy különbség van. Éppen ezért egy kezdő csoport sem egy homogén csoport, éppen ezért tartunk nyitott gyakorlórákat, ami életkort és nemét és fizikális állapotot is nagyon vegyes a társaság. Tehát a 10 évestől 70 éves fölötti vendégem is van. És mi úgy dolgozunk, még egy kezdő csoportban is, hogy adok egy könnyű verziót, ha ez megy, és tudod vinni tovább, akkor próbáld meg ezt, de ahol fájdalom van, ahol kényelmetlenség van, ott megállsz, vissza. Ugyanis a lényeg az lenne, hogy ne feszítsük túl magunkat, sem mentálisan, sem fizikálisan, sem a lélegzettel. Tehát a joga akkor valósul meg, amikor az egész olyan érzet, mint egy masszázs, visszatérve a masszázsra. Nem vagyok stresszes közben, hanem olyan, mint egy mozgó meditáció. Nem mentem túl mélyre, nem érzek erőteljes feszítést, nem érzek erőteljes nyújtást, nem zihál a lélegzetem, nyugalmi légzéssel vagyok képes elvégezni fizikálisan nehéz megerőltető gyakorlatokat, hiszen mi a fittségnek az alapelve? Az a fit, akit ha föltesznek mondjuk egy terheléses teszten a kórházba a futópadra, ráteszik a kütyüket, fussál egy órát, vagy gyalogolj, vagy bicikliz, nem megy föl a pulzusszám. Ugye stresszes dolgainkat a mindennapokban is akkor tudjuk kezelni jól, ha könnyedén veszük az akadályokat, ha elfogadólag, nyitott szemmel, nyitott elmével tudunk hozzáállni egy váratlan helyzethez, egy stresszes szituációhoz, ahol nem megy fel a pulzusszám. Na ugyanezt megpróbáljuk, ha úgy tetszik, mesterséges helyzetben a szőnyegen, ahol mesterséges stressz helyzeteket teremtünk a testünk számára. Olyan pozíciókba kényszerítjük a testünket, a fizikális testet, ami a mindennapokban szinte elképzelhetetlen, szokatlan. És amikor felveszünk egy alakzatot a testünkkel, amit egyébként soha meg nem tennénk, akkor elkezdjük megfigyelni, hogy mi történik az elmében, mi történik az érzelmeinkkel, amikor sikerül, amikor nem sikerül, milyen érzeteket hoz ez bennünk. És jó eséllyel lehet azt mondani, hogy tükröződik a szőnyegen a gyakorlás közben feljött érzelmi, fizikális blokkoldás a mindennapok stressz helyzeteire. Tehát nagyjából úgy szokta lereagálni valaki a szőnyegen felmerülő stressz helyzeteket, ahogy a mindennapokban is reagál a stressz helyzetekre.
Te magad hogy kerültél a jóga közelében? Mondtad, hogy tehát már foglalkoztattak, mielőtt ugye elkezdted magát a jogát gyakorolni, már olvastál magáról, igen, a filozófiáról. Igen. Egészen pontosan te mióta foglalkozol ezzel? Hogyan és hol tanultad ezt? Nekem nagyon-nagyon korai emlékeim vannak, egész pici koromból, amikor először fölkaptam a szüleim egy baráti társaságban, valaki egy orvos jogázott, és ugye most 70-es évekről beszélünk. Amikor még nagyon nem volt, sőt, inkább tiltott dolog volt a jóga, és azért egy-két családnak a könyvespolcán eldugva ott volt a Deli Károly féle jógakönyv. Ami aztán később egy kis tinédzser koromban szerintem nekem is így véletlen a kezembe került a szüleim polcáról, és akkor ott szembesültem vele, hogy a balettórák, a gimnasztika jellegű mozgások a jógából merítenek. Aztán 20 évesen megint összefutottunk egy meditáció és egy hatha jóga tanfolyam formájában, és azért itt kihangsúlyozom, hogy minden hatha jóga, tehát a hatha jóga az a fizikális jóga, az ászanákat jelenti. Ugye meg szoktam kérdezni, hogy gyakoroltál-e már jógát, és akkor igen, hatha jógát. Mi is hatha jógát tanítunk a stúdióban, ez sokféleképpen, sokféle fűszerezéssel lehet tenni, az ászanák azok mindig ugyanazok, csak legfeljebb egy kicsit más sorrendben, vagy más módosítással, vagy más tempóban vannak a sorok összerakva. És aztán utána Ausztráliában kerültem újra, visszatérve a kérdésedre, kapcsolatba, és itt már nem volt kérdés valahogy 30 évesen, amikor megláttam az órarendben egy fitness termet, kerestem 30 fölül, az ember elkezd csörögni a csilinkel belül valami, hogy húha, most már valamit mozogni kellene, mert baj lesz. Úgy visszajön. Főleg nekem mindig igen, addig büntetlenül, addig, ugye, igen, mert az ember azt hiszi, hogy sérthetetlen, és soha nem lesz beteg, igen, és amíg fiatal, addig nem viszi el. Igen, aztán 30 körül talán megszólal valaki, van akiben később szólal meg, de nekem olyan 30 körül már úgy kezdett csilingelni, mert én nagyon hozzá szoktam, egész pici koromtól kezdve folyamatosan részese voltam a mozgásnak, része volt az életemnek a mozgás mindenféle formában. És akkor már megint nagyon elkezdett hiányozni. Sok év utazás, kihagyás után éreztem, hogy szükségem van a rendszeres mozgásra, és hál' Istennek nagyon-nagyon szenzációs oktatókkal sodort össze az élet, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek, minden egyes embertől rengeteget tanultam. Mégis két nagyobb nevet említenék, aki az igazi mesteremnek, akit úgy végül, akivel a legtöbbet dolgoztam együtt, aki a legtöbbet tanultam, és aki a legtöbbet jelent nekem, ő Simon Borg Olivier, az Ausztrál Yoga Synergy iskolának az egyik alapítója, társalapítója. És azért is vagyok nagyon hálás, és valahol egy kicsit büszke is arra, hogy tőle tanulhattam, mert ez olyan, mintha a guru láncolatban, ugye ő közvetlen tanítványa volt a ma elismert legnagyobb mestereknek, Pattabhi Joyce-tól is tanult közvetlenül, illetve Iyengar-tól, és Krishnamacharya fiától, Desikachar-tól is, tehát ez a három fő irányzat, nagy irányzat, ez a három mester, aki a Vini jogát, az Ashtanga jogát és az eszközös Iyengar jogát a nyugat számára elhozta, és ő mind a hármójuktól közvetlenül tanulhatott, és így engem csak egy lépés, bár én nekem nem volt már szerencsém találkozni egyikőjükkel sem, sajnos a közelmúltban távoztak el közülünk, de Simon az ő hármójuk tudását szenzációsan ötvözte az ő tanításaiban, és az ő jóga filozófia, a jóga terápia, gyakorlatias, alkalmazott jóga fiziológia, jóga anatómia tudásában ezt a keleti védikus vonalat, amit ezektől a mesterektől kapott, összeolvasztva, összeötvözve a modern fizioterápiás tudással megfeleltetve egymásnak. Éppen ezért érzik ennyire sokan, hogy a jóga így mindenki számára emészthető válik, aki jön hozzám, hogy ja igen, tehát hogy így demisztifikálta ezt a tudást. És már csak egyetlen egy kérdésünk maradt. Neked mit hozott a jóga az életedben? Mert most már ez neked nem szakma, ez már több, mint hivatás, ez egész életforma, és te mit tapasztalsz, hogy másoknak mit tud hozni a jóga az életébe?
Én azt gondolom, hogy első szinten gyógyulást, és az első szint az a fizikális gyógyulás, tehát nagyon sokaknak segítünk fizikálisan, és akikben megvan a kellő kitartás, elszántság, hiszen ez csak addig működik, amíg az ember gyakorolja, de gyakorolhatja 108 fölött is, hiszen épp mostanában kering egy ilyen az interneten videó több idősebb jóga oktató hölgyről, és 98 éves az egyik hölgy, a másik 100 fölött van. Tehát amíg az ember él és virul, addig jógát is tud gyakorolni, tehát a fizikális szinten nagyon sokat tudunk segíteni a gyógyulásban, az egészség megőrzésében, és hogyha ugye a fizikális test egészséges, akkor az elme, a lélek is sokkal felszabadultabb, boldogabb, lelki egyensúly, béke, harmónia, és mondhatom azt, hogy ezt én is tapasztalom napi szinten, rengeteget segít napi szinten nekem is a mindennapi akadályok leküzdésében, ugye a család, a munka és az egyéb teendők egyensúlyozásában ki lépkedni a feladatok között egyikből de a másikba. De ahogy így beszélgetünk, ezt érzem is rajtad, ezt a kiegyensúlyozottságot és ezt a harmóniát. Viszont sajnos lejárt az műsoridőnk, sajnos el kell, hogy búcsúzzak, bár úgy néz ki ez a jóga, hogy minél többet beszélünk róla, annál több kérdést tud még felvetni, igen, és annál igen. Többet lehetne róla beszélni. És ez az egyik legcsodálatosabb dolog benne, hogy nincs vége, és én azt hiszem, hogy ezért is maradtam benne, mert a kihívások és a tanulási folyamat a végtelenig tud húzódni, tehát sosincs vége. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kívánom, hogy minél több emberrel ismertesd meg ezt az érzést, amit most magadból is sugárzom. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra.